A fáradtság ellenére nagy iramban és remek játékkal kezdte a fehérmezes hazai Salgótarjáni KSE az Óbudai Kaszások elleni találkozót. Az NB1B zöld csoportos kosárlabda bajnokság legutóbbi fordulójában a piros-feketék a 17-2-es roham után az első negyedet Piukovics Bálint és Dominik Herendics kosaraival 30-16-ra hozták le. A Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban a vendégek az SKSE mozgékony zónájával szemben teljesen tanácstalanok voltak, egyedül Farkas Sándor Dániel tripláival tudtak valamelyest zárkózni. Viszont a Jó Tamás Hajdu Márton center duó kosaraival a félidőben így is 54-37-re vezettek Ugi Albert játékosai. A harmadik negyedben változatlanul zajlott a mérkőzés, de aztán egy kisebb visszaesést mutattak a Salgótarjániak, és Ondima Olivér, valamint a negyed végére a 9 sikeres triplájával az élete mérkőzését játszó és 36 pontot dobó Farkasnak köszönhetően az utolsó negyed elején 12 egységre feljöttek az óbudaiak. Azonban a dupla-duplát elérő és 30 pontot termelő Herendics vezérletével az SKSE megrázta magát, és egy 26-os hajrával végül is 93-67-re magabiztosan legyőzték az Óbudai Kaszások csapatát. A bajnokság következő fordulójában az Óbudai Kaszások az Eger együttesével, míg a Salgótarjáni KSE a Győrrel játszik.